Ilyen ledes lámpatestekkel korszerűsítik a közvilágítást Tiszavasváriban. Több mint 1700-at telepítenek a városban fokozatosan, ettől is azt várják, hogy jelentősen csökkennek az energiakiadások. Ez jelentette az utóbbi időszakban a legnagyobb kihívást az önkormányzatnak. A városvezetés februárban fogadta el a 2023-as költségvetést, melyből szintén jelentős hányadot különítettek el az intézmények fenntartására. Szőke Zoltán tiszavasvári polgármestere bízik benne, hogy a működtetésre az év későbbi szakaszában is kap támogatást a város a kormányzattól. A tavalyi esztendőt az sikerült túlélnünk, de ugyanezekkel az emelkedett költségekkel számolnunk kellett 2023-ra is. A tavalyi év novemberében a minisztérium, a miniszterelnökségen jártunk, Balla György kormánybiztossal egyeztettünk, és elmondtuk, hogy Tiszavasvári milyen kihívásokkal küzd. Ennek eredményeként a költségvetésben 134 millió forinti kormányzati támogatás jelenik meg az idei esztendőben. Ez most, mint ahogy mondtam februárban is, arra elég, hogy egy kicsit levegőhöz jutunk az első fél évben. Az év második felére bizakodóak vagyunk, hogy a kormányzat nyitott lesz az újabb tárgyalásra, és újabb támogatásokhoz juthatunk, valamint reménykedünk abban, hogy az energiaárak is normalizálódnak. Más, kedvezőbb jellegű kihívásokból is bőven akadt Tiszavasváriban, hiszen több fejlesztés is folyamatban van. Végéhez közeledik a Zöld Város Központ kialakítása, melynek részeként teljesen megújul és energetikailag korszerűsítik a találkozások házát. Két éve adták át a városban a teljesen felújított Minimanó óvodát. Most újabb intézményt, az úgynevezett retro óvodát korszerűsítik, amit legutóbb 40 évvel ezelőtt újítottak fel. Egy belügyminisztériumos pályázatból 47 millió forintért első lépcsőben már történt egy fejlesztés, és 113 millió mentett, én ezt így szoktam mondani, mentett topos, régi topos pályázat érkezett a településre, és így a beruházás második fele is megvalósul. Gyakorlatilag az óvoda az teljes felújításon fog átesni, ennek a folyamata van most. Ennek azt hiszem 6-tól 15-ig le is kell zárulnia. Külső szigetelésről beszélünk, fűtéskorszerűsítésről, belső felújításról, nyilvánzáró cseréjéről, eszközök beszerzéséről. Friss, kiváló minőségű aszfalton közlekedhetnek a helyiek Tiszadob irányába. Ennek a szakasznak a felújítása azért is volt fontos, mert nap mint nap rengeteg hozzátartozó érkezik az itt lévő idősek ápoló-gondozó otthonához. Nem csak ez, hanem a város több utcáját újra aszfaltozták az utóbbi egy évben. Összesen több mint 10 kilométeres hálózat kapott új burkolatot. Ez akár a turizmus miatt is fontos lehet, amely ágazatban szintén nagy lépés történhet hamarosan. Egy új szálloda épülhet a városban. 2020-ban, amikor bejelentette a Magyar Turisztikai Ügynökség Tiszavasváriban, hogy egy 50 szobás szálloda építésre kapunk lehetőséget, annak az első fázisának a végére értünk. Gyakorlatilag lefolytattunk minden engedélyeztetési eljárást, megvannak az engedélyes tervek, és hát lefolytattunk egy feltételes közbeszerzési eljárást is. Megvan a nyertes kivitelező. Itt a szálloda projektünknek a megvalósítása jelen árak szerint és a beérkezett ajánlat szerint 3,5 milliárd forintba kerülne. Most a nyertes közbeszerzés után fogunk fordulni Magyarország kormányához, és segítse Tiszavasvárit ebben a projektben, biztosítson forrást erre a szállodára, hiszen Tiszavasvárnak az egyik kincse a gyógyvíz, a Szent Mihály gyógyfürdő gyógyvize, ami méltán népszerű az országban és a határainkon túl is. Nagyon sokan járnak hozzánk Szlovákiából, Ukrajnából, Romániából, és hát a magyar emberek is megtalálnak bennünket. Szükség van erre a szállodára, és a turisztikában ez nekünk óriási segítség lehetne. Tiszavasvári egyik leginkább várt beruházása az új orvosi rendelő kialakítása. Az akadálymentesített létesítményt az egykori védőnői szolgálat mögött építették fel, itt ráadásul mentőállomás is megkezdi működését.